Így kommentálta a közönség, amikor másfél héttel ezelőtt Mészáros Lőrinc ügyvédje egyedüli ajánlattevőként kikiáltási áron elvitte az egyik Fejér megyei földterületet. Az árverésre ellenzéki képviselők is elmentek és tiltakoztak. Az idén elárverzett földek még nem szerepelnek abban a tanulmányban, amelyet Ángyál József, az Orbán kormány volt földművelősügyi államtitkára készítette a Greenpeace megbízásából. A tanulmány szerint Mészáros Lőrinc és családja tavaly év végéig 1425 hektárhoz jutott hozzá, és így ők nyerték el a legtöbb földet Fejér megyében. Őket követik a Csákvári Mezőgazdasági Integrációs ZRT vezérkarának tagjai és rokonaik, valamint a Mezőföld Agrár Kft. Tulajdonosai. A kormány 3 évvel ezelőtt azzal indokolta az árverések szükségességét, hogy így juthatnak hozzá a helyben lakó gazdák a földekhez. A földpiac első számú szereplője a földműves lesz a jövőben. A magyar földműves, a helyben lakó földműves lesz jogosult arra, hogy földet vásároljon. A tavaly meghozott szabályok szerint az licitálhatott, aki nem lakik messzebb 20 kilométernél, de a tanulmány szerint ezt nem tartották be az árveréseken. Fejér megyében egyértelmű, hogy az eladott területek 80%-át olyanok kapták meg, akik nem helyiek. Nagyon jelentős részt kaptak meg például budapestiek, Rózsadomb, Sashegy lakáscímekkel. A jelentés szerint Fejér megye 68 településéből 29-ben egyáltalán nem nyertek helyben lakógazdák. Földhöz jutott viszont 33 felcsúti, 38 székesfehérvári és 11 budapesti licitáló. A Földművelési Minisztériumban ma senki sem akart interjút adni. Írásban azt válaszolták, hogy nem a lakcímkártyán szereplő címet vették figyelembe. Közokirattal kellett igazolni a jegyzőnél, hogy valaki 20 kilométeren belül lakik, de elfogadták azt is, ha valaki tartózkodási helyett régebbi elnevezéssel ideiglenes lakcímet jelentett be. És a Mezőgazdasági Üzemközpont címével is lehetett pályázni, ha az 20 kilométeren belül volt. A kormány válasza szerint nem igaz, hogy érdekcsoportokhoz kerültek a földek. Azt írták, országos szinten 120 ezer hektárt értékesítettek, és ezt 5920 személy vásárolta meg. Közülük 2364-en csak egyetlen egy földet vettek meg.